Már volt egyszer egy ilyen alkalom az országos bajnokságon, ott az a baj, hogy nagyon sokat figyeltem a Ricsire, hogy ott ő jó úszon. Úgy ott mi nem volt abban a formában, nem volt abban a felkészültségben, hogy tényleg meg tudja mutatni arra, hogy mit tud. Ez háromszor úszott egyéni legjobbat, ami tényleg fantasztikus teljesítmény, és magamra emlékeztet még fiatalabb koromból, hogy mindig jobbat és többet, és mindig a maxon járatni magamat. Szóval innen is gratulálok neki, nagyon-nagyon jól teljesített most az Európa-bajnokságon. Hát igazából ezzel a törődéssel próbáltam azt leplezni, hogy nem tudok most jobb időt úszni 200 pillén, és próbáltam menteni a mentetőt, hogy hát most vagy 52-0 lett, és nem lett jobb idő. Hát remélem senkinek nem tűnt fel annyira, hogy most ilyen rosszul sikerült teljesíteni itt az Európa-bajnokság végén. Nagyon elfáradtam, nagyon sokat úsztam, 14-szer álltam fel a rajtkőre. Élvezted egyébként? Nagyon élveztem. Próbáltam magamat azzal mentegetni, hogy inkább pihenni jövök, inkább jól érezni jövök ki magamat, és lesz, ami lesz, de most, amikor már kint voltam, akkor úgy voltam vele, kellő komolysággal hozzáállok ehhez a versenyhez is, főleg itt a nyár végén. Igazából nagyon kettős volt, mert jól is éreztem magam, nyaraltam is, és jól is úsztam. Esküszöm, most olyan, mintha álmodnék. Tehát én ezt nem gondoltam volna, hogy második leszek. Ugye a Balázs is megírta a bronzérem, de elsiessző. Tehát, hogy a dobogó az üneg volt. De hogy ennyire meg lesz az ezüstérem, pont a végén lesz meg. Nem bíztam benne, hogy ennyire jó hajrám lesz. Sikerült valahogy. Mit gondolsz, minek köszönhető ez? A kitartás. 9 hónap kőkemény munka megállás nélkül. A betegségeket levonva, voltak egy-két hetes betegségeim. Azokat levonva 9 hónap kőkemény munka volt. Kell a kitartás, elszántság.